Kedves hölgyek és urak, jó estét kívánunk mindenkinek. Kárpátaljáról jöttünk, az Együtt folyóirat cím, ezt ha nem is árulja el egyértelműen, de azt hiszem, hogy a meghívókban ott szerepel, hogy kárpátaljai szerzők vagyunk, akik lapunkat, kulturális folyóiratokat szeretnénk bemutatni az MMA élő folyóirat sorozatában. Most tulajdonképpen a sorozat az est állandó háziasszonyát, Mezei Katalin Kossuth-díjas költőt helyettesítem, aki sajnos egy kisebb betegség, egy influenza miatt most nem lehet velünk, de ezúton is kívánunk neki mindannyiunk nevébe mielőbbi felépülést, és a sorozat további részeiben pedig őt szeretnénk itt látni ezen a helyen. Én Vári Fábián László vagyok, az Együtt című folyóirat főszerkesztője. Ezt a tisztséget 2009 óta töltöm be, addig Nagy Zoltán Mihály, a Sátán fattya című méltán híressé vált kisregény, amelyből filmet is forgattak, művészfilmet. Ő látta el ezt a szerepet, és hadd mondjam el az Együtt történetével kapcsolatban a következőket. Amit a vetítőn látunk, az az Együtt legelső számának a borítója. Ugyanis az Együtt című folyóirat 1966-ban indult, mégpedig oly különös módon, hogy egy egyetemista csoport, egy önképzőkört néhány tagja döntött úgy, hogy írásaikat, szépirodalmi próbálkozásaikat, irodalomkritikai kísérleteiket egy folyóiratban, egy lapban közreadják. 1966 nem látszik a borítón ugyan, de azt látjuk, hogy egy nagyon egyszerű, egy nagyon primitív kiadvány volt ez. Úgy is szoktuk emlegetni, hogy szamizdat kiadvány, és a belivét mechanikus írógéppen írták és sokszorosították. Akinek ebben nagyon nagy szerepe volt, és azt hiszem az atya volt az egész kezdeményezésnek, őt S. Benedek Andrásnak hívták, jelenleg már nincs közöttünk, 2009-ben, azt hiszem a 2009. szeptemberében eltávozott az élők sorából. De azt tudni kell, hogy ő maga volt a szerkesztője, ő gépelte, tehát sokszorosította, és ő volt az, aki folyóirat formátumot adott neki ennek a lapnak, amely tulajdonképpen az Ungvári Egyetem magyar tanszéke tanárainak az engedélyével és jóváhagyásaival jelenhetett meg. Évente 2-3 szám mindössze, ez a legelső példánynak a borítója, címlapja, amit látunk, de aztán kérném a következő lapszámokat. Ez például 67-ben jelent meg, itt már dátumot is látunk, és ennek az egyes száma volt. 67-ben azt hiszem összesen 4 példány jelent meg az Együttből, és körülbelül 35-40 oldal volt a terjedelme mindössze, de képzeljék el, hogy ezt úgy legépelni mechanikus írógépen, hogy egyszerre körülbelül 4 vagy 5 példányt lehetett befűzni ebbe a gépbe, de az ötödik már csak nehezen volt olvasható, nem volt egyszerű dolog. De ezek a fiatal emberek ezt is vállalták, ezt a munkát is vállalták, és amint látható, ennek a lapszámnak a borítóján már némi, szintén primitív, de linoleumból metszett címlapot látunk, amely azt szerette volna kifejezni, hogy ezek a fiatalok a művészet felé is hajlanak, és mivel voltak fiatal kezdő képzőművész barátok is a társaságban, ők is besegítettek. Kérem szépen a következő lapszámot, amely az Együtt 1967-ben megjelent harmadik számát mutatja. Túl sok eredeti példány nem maradt meg ebből a folyóiratból. Kárpátalján mindössze ez a 3 van belőle, amelynek itt a borítóját láthatjuk, mindössze ez a 3. Budapesten úgy tudom még az egykori főszerkesztő családjának a tulajdonában, S. Benedek András családjának a tulajdonában van még 5-6 példány, de azok között ezek is szerepelnek. Azonban ez a kezdeményezés, amely annyi sok ígéretet hordozott, tartalmazott,
nem teljesedhetett ki, ugyanis 67 őszén ezt a lapot egyszerűen leállították, és ennek az volt az oka, hogy a fiatalok, akik mondom az Ungvári Egyetem Magyar Tanszéke önképzőkörének voltak, irodalmi önképzőkörének voltak a tagjai, kaptak egy felkérést a tanszék tanáraitól, hogy ítéljék el Kovács Vilmosnak, mindez idáig legnagyobb írónknak azt a művét, azt a könyvét, amelyet 1965-ben adott ki a Kárpáti Kiadó, és amelynek az volt a címe, hogy Holnap is élünk. A kárpátai magyarság kisebbségi regényeként értékelte az 1970-es években már a magyar irodalom történetírás ezt a munkát, és olyan művek között tartotta számon, amelyek a kárpátai magyarság életét, sorsát kellőképpen feltárják, bemutatják, tehát alapműként mindenképpen. És mivel nem voltak hajlandók olyan írást közzétenni az Együttben, amely Kovács Vilmos kisregényét, amelyet akkor a hivatalos irodalompolitika leszedetett a könyvtárok polcairól is, nem voltak hajlandók elítélni, ezért az Együttet egyszerűen betiltották. Ez az Együtt előzménye, Együtt történetének előzménye, amit ez idáig összefoglaltam, elmondtam. És azt szeretném még hozzátenni, hogy 2002-ben, mivel a kárpátai magyarság többszöri kísérlet után is irodalmi folyóirat nélkül maradt, Nagy Zoltán Mihály, a Sátánfattya szerzője, és Dubka György, aki a kárpátai magyar kultúra mindeneseként is apostrofálja magát, azzal az elképzeléssel kerestek meg, hogy lapot alapítunk, és ennek a címe nem lehet más, mint az Együtt. Elindult tehát 2002 tavaszán, megjelent az első lapszám, és attól kezdve 2012-ig évi 4 szám, tehát negyedévi gyakorisággal jelent meg az Együtt. 2009-ben pedig én vettem át Nagy Zoltán Mihálytól a főszerkesztést, és 2012-től évi 6 lapszám jelenik meg, tehát 2 havonta jelenik meg a folyóirat. Azóta minden egyes lapszám megjelent, nem csak kárpátaljai magyar alkotók írásai jelennek meg a lapban, hanem azoké is, akik Kárpátaljáról elszárbaztak, vagy valamilyen szállal szorosan, úgy érzik, hogy szorosan kötődnek Kárpátaljához. De teret adunk elsősorban a fiataljainknak, akik szép számmal jelentkeznek, mint ahogy a 2 fiatalember is igazolja az asztalnál, Csordás László, aki a lapnak egyúttal olvasószerkesztője és költő és irodalomtörténész, és Kopriva Nikolett, aki a legfiatalabb költő nemzedéket képviseli, az előretolt helyőrség Íróakadémia tagja, első kötetét várja, hamarosan meg fog jelenni az első kötete. A fiataljaink pedig azt a reményt biztosítják számunkra, hogy a kárpátai magyar irodalom, a kárpátai magyar kultúra nem fog a mi távozásunkkal elhalni, hanem lesznek követőink, tehát lesz folytatás is, és ez a szó, hogy folytatás, Kovács Vilmos egész munkásságának, költészetének egy alapmotívuma, és munkásságának pedig egy meghatározó fogalma volt a folytatás, mert a folytatás fontos. És akkor Marcsák Gergely versei következnek. Köszönöm szépen! Marcsák Gergely. A mi üdvünk a változás. Kalandvágyból az idő folyosóján képzeletem olykor új szobákban nyit. Ilyen véletlen csapongás során találta meg az ágyban fekvő Adit. A halállal és egy tablettával küzdött, nem tudta őket lenyelni szegény. Csapzott haja homlokára hullott, táltos szemében pislákolt a fény. Nagyokat kortyolt, s faggatni kezdett a vizes poharat félretéve. Ungvidék, mosolygott, jártam ám ott. Ha jól emlékszem, lassan 20 éve, hogy én,
a váradi zsurnaliszta, élvezhettem a dobronyi nyarat. Ki hitte volna akkor, hogy a vers szószólóvá és váteszé avat. Arcát a párnába nyomta, köhögött, vizet töltöttem üres poharába. Elfúló hangon, sóhajtva mondta, hogy hiába, jaj, minden hiába. Gondolkodtam, mit mondjak vigaszul, hogy nem lesz több különös nyár éjszaka? Mi csak versből ismerünk disznófejüt, és hazug a lélek rőzse dala? Hogy szabad hazánk, a régi ugar, 100 év múlva borul majd virágba? Adi bánatos szemébe néztem, és sírtam. Hiába. Minden hiába. Köszönöm. Marcsák Gergely, dobbus. Pálinka szagot lehel a téli éjbe, a csöndes korcsma nyitva felejtett szája. Gyomrában a csapos, 7-8 bágyat legény, s egy oprisok rabolta frigyes falvi kályha. Felkapják fejüket a szótlan zsellérek, lövés dördül. A hegyen hajdú csapat jár. Fordítja lovát a Csornohora felé, és vágtat a hóban minden űzött betyár. Az maradt csak higgadt, kit folyton hajszolnak, aki nem fog soha törvényszolgák olma, mert őt, ha feléje járőr közeledne, emberi beszédű szarvas inti óva. Olexa dobbus karcsú lovas szányán kísértetként suhan holt fényes völgyön át. Lábára terített cserge alá rejti kereskedőktől csend 2 kovás pisztolyát. Mögötte ládákban minden lopott java, rejtek helyre viszi a vagyont sietősen. Utolsó útja ez. Érzi már előre. Árulás, cselszövés. Nem kerül őt sem. Előtte sziklafal, mögötte fenyvesek, s a távolban hirtelen trembita szólal. 2 nemes kancája prüszkölve hőköl, dobbus előtt megnyílt a csupasz hegyoldal. E barlangba hordja meg annyi aranyát, mázsás súlya alatt reszket vaskos karja. S egy apjától örökölt bársony lobogóval a kincses ládákat szépen letakarja. Vérvörös nap kell a hajnal szürke egén. Sír a kárpáti szél, sír az erdei vad, útjába állna, mert Olexa dobbus karcsú lovas szányán a vesztébe szalad, vesztébe rohan, de visszatér a lelke megnézni, kincsére bárki rátalált-e. Kezével a bársony lobogót simítja, s hímzett aranybetűit, pro libertate. Bálint Márta és Jegercsik Csaba versmondása után Kovács Vilmos versét fogom elénekelni, a Verecke című alkotást. Ez hát ahon ez írdatlan, hegyek közé szorult katlan, az út kígyó vedletbőre, hány népet vitt temetőre, hozott engem 1000 éve, Árpád török szava vére.
bélyegével homlokomon, szertett ellen vesztett rokon, átkahul rá, mint a rontás, perli-e még ezt a hont más, fenyősusson, lombja lebben, besenyő nyíl a mellemben. Szakadékok, szakad sebek, útpor felleg, megy a sereg, elmegy, sengem hagynak, sírnak, ágyékomból most fák nyílnak, fényes szemem kivirágzik, szájam havas, vihart habzik. Málószírbe temessetek, fejem alatt korhat nyereg, két lábamnál lócson sárgul, ősi jognal bizonyságul, mert ez az út ki a bőre, kit nem vitt már temetőre, s ki tudja még, kit hoz erre, menni vele, ölre, perre. Perli-e még ezt a hont más? Tette fel Kovács Vilmos a kérdést 50 esztendővel ezelőtt, és akkor talán magasabb sejtette még, hogy egyre inkább és egyre erőszakosabban perlik el tőlünk ezt a kicsiny földet. Aztán a verset azzal fejezi be, hogy az út, a vereckei út, amelyet kígyóbőreként nevez meg, kígyóbőréhez hasonlít a szerpentinek természete miatt. Ki tudja még, kit hoz erre? Menni vele, ölre, perre. De hát térjünk vissza a folyóirathoz, amiért itt vagyunk. Kérem szépen a következő fotót. Az a fiatal társaság, az a társaság, amely létrehozta az Együtt című folyóiratot, az már 1968-ban, 69-ben a közös szerepléseken is részt vett, megjelent iskolákban. Ez a felvétel például a Csapi iskolában, középiskolában készült 1969-ben. Itt látjuk balról mindjárt S. Benedek Andrást, a lap az Együtt főszerkesztőjét, aki hát megálmodója volt és kivitelezője fizikai értelemben is. Aztán, hogy jobban lássam, Zserécki Józsefet, aki később a Forrás Stúdiónak, ennek a fiatalokból álló irodalmi csoportnak a vezetője, elnöke volt. Majd Csirpák Emilt, azt a magyar tanárt, aki a Csapi iskolában magyar nyelvet és irodalmat tanította ekkor, a felvétel végén pedig magam ülök fiatal kezdő poétaként. Kérem a következő felvételt. Na hát ez a kedves ifjú hölgy véletlenül itt van a teremben, Füzesi Magda ő, a Kárpátai Magyarság ünnepelt költője, nemrégen József Attila díjjal kitüntetett költő. Gratulálunk neki. Következő képet kérem szépen. A Forrás Stúdió munkájában, működésében, szervezésében nagyon nagy szerepe volt annak a Balla Gyulának, akit viszonylag korán kicsaptak az Ungvári Egyetemről és a budapesti ELTE-n, folytatta tanulmányait, kultúrtörténészként, irodalomtörténészként tevékenykedett, költőnek indult, versei kedvelt olvasmányai voltak a kárpátaljai fiatalságnak, de kötethez soha nem jutott, annyi verse nem készült, nem gyűlt össze, hányatott sorsa miatt, hogy önálló kötetre való teljék belőle, de többet közülük ma is könyv nélkül tudok idézni, és hát korai halála megakadályozta őt is abban, hogy munkássága kiteljesedjék. Következőt kérem. Na itt látjuk Kovács Vilmost, mögött, illetve mellette, balra tőle S. Benedek András áll. Ekkor már képzett irodalomtörténészként. Az ketten írt tanulmányuk 1967. novemberében a Szegedi Tiszatájban jelent meg, amelyet a Kárpátaljai Magyar Irodalom
történetéről írtak. Ez egy rövid összefoglaló volt, ez idáig még ilyen jellegű mű nem jelent meg a kárpátai magyar irodalomról. Igaz, nem is volt sok olyan termése a háború utáni kárpátai magyar irodalomnak, amelyről sokat lehetett volna írni, de ők összefoglalták azt a politikai és társadalmi korszakot, amely Kárpátalján az 50-es évektől a 60-as évek végéig, a tanulmány megjelenéséig uralkodott, amely jellemezte Kárpátalja társadalmi hangulatát, és a Szegedi Tiszatáj két részletbe közölte le ezt a folyóirat, illetve ezt a tanulmányt. Hát utána meg is gyűlt a baja a hatóságokkal, a hatalommal Ilija Mihály főszerkesztőnek, ülve vagy guggolva pedig a Kovács Vilmos feleségét, Éva asszonyt látjuk. Kovács Vilmos 1977 őszén súlyos betegségtől szenvedve áttelepült Magyarországra azért, hogy feleségének és családjának, családtagjainak nyugodtabb életkörülményeket teremtsen, de 77 novemberében ő már meg is halt. Következőt kérem. És itt látható a fiatal írók, alkotók egy másik csoportja, egy másik összeállításban. Tehát fönt S. Benedek András, középen megint én vagyok, Zseriszki József szélen, lent az alsó sorban Cébei Lajos, a Viski kántor, aki nagyszerű költő és kultúrtörténész is egyben, de magyar tanár és ugyanakkor a Viski református egyház kántora. Középütt egy ungvári nyelvész tanárunk látható, Zékány Imre, aki hát ragaszkodott is a kárpátaljai magyar kultúrához, de ugyanakkor a fiatal írókkal, a fiatal alkotókkal sokszor meggyűlt a baja. És egyik csoporttársunk, Herceg Ákos, aki jelenleg Magyarországon él, nyugalmazott pedagógusként. Belőle nem lett író. De Zseliszki Józsefnek több kötete jelent meg, S. Benedek Andrásnak nem csak verses kötetei, hanem tanulmánykötetei is napvilágot láttak. És Cébei Lajosnak úgy szintén több verses kötete és tanulmány kötete látott napvilágot. Köszönöm szépen. Ennyi volt azt hiszem a vetítés. Az együttről még azt szeretném elmondani, hogy az a kárpátaljai magyarság, amely mindig is szeretett volna egy önálló irodalmi folyóiratot létrehozni végül, tehát 2002-ben amint említettem, jutott olyan állandó irodalmi fórumhoz, amely magyarországi támogatásból jelenik meg 96-110 oldalon, mint említettem, két havonta, és nem csak az a funkciója, hogy a kárpátai magyar alkotókat közölje, hanem a velünk sorsközösségben élő ruszinság kultúrájába is betekintést nyújt. Hosszú lapszámokon keresztül közöltük a kárpátaljai ruszinok népköltészetét magyar fordításban. Ebből most kötet állt össze végül, amely a Magyar Művészeti Akadémia kiadónál fog megjelenni a Kakuk nővér címmel. Kakuk nővér egy ruszin népballada, és hát Manajlónak, az öreg Manajlónak, a nagy Manajlónak a festményei, képei díszítik ezt a könyvet majd. Az együttnek azonban további feladatai és kötelezettségei vannak, azon kívül, hogy a kárpátaljai magyar kultúrát kiteljesíti, azért is felelősséget vállal az együtt szerkesztőbizottsága, hogy a kárpátaljai magyar irodalom a fiatalokban újuljon meg, az ő törekvéseikben, az ő tehetségük által és az ő munkásságuk által. Köszönöm szépen! Vári Fábián László két versét fogom bemutatni. Az első, Útban Törökország felé. Mindkét hazából kiárvulva, csak hitünkben töretlenül, lelkünk holdfehér vásznaira, Isten árnyéka nehezül. Alattunk reménye ringó gáján, pogány föld felé futunk, ha
ahol a patróna glóriáját ölti magára jó urunk. Otthon zsibbadást hord az ájjár, a vetést véres ő veri, elhullatják virágaikat az akasztófák ágai. Hatalmas hittel hisszük mégis, hamaros lesz majd visszaút, és a tengertől visszakapunk lobogót, várfalat, falut. Hey, la 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 la. Vágyódik ezért a szemgolyó a gyertyafény homály után, verejtékezve áll a kéz a körbe vándorló kupán. S mikor minden vérlobbanást testmeleg indulat hevít, tatszal recsenti szét a szó a fogak porcelánjait. Hey, la 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 la. Az egeket kell most nagyon az áfium, végtagjainkba szegeket veret az evangélium. S mert Pilátus kezeit mossa, álmain csak átsuhanunk, de az árbóc keresztről újra felét fordul ábrázatunk. Eljövém új bor ünnepe is, úrasztalánál nem várnak rám. Szánkszögletén, csendes patakban szakadni kezd a mi atyánk. Ármány félhomály szállja meg a hajósok szemgörreit, sodorják felénk a fellegek Pinápoly karcsú tornyait. Hey, la 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 la. Adi Alkonya. Elhagy az árnyam, elmegyek, csillag sincs velem. E homályt át nem ütheti, megpihen szemem. Sorsomhoz szabott sírjágy, ha felnégyelt haza, testemnek tüzét csillapítsd, Tisza és Duna. Az alkony bíbor színre vált, hitem erősítem. A pokol az, mely így üzen, nem az Úristen. Kegyetlen szél kerekedik, holnap ilyenkor kidőlt serlegből elfolyik az úrasztali bor. Ím most e vers is meggyötör, alig létezem. Áldani készül, s visszahull ölembe kezem. Írhatta volna magyarul akárki fia, parancsba kapván, hogy házát el kell hagynia. Elhagy az árnyam, elmegyek, próbáljuk elmondani. Elhagy az árnyam, elmegyek, csillag sincs velem, csillag sincs velem. E homályt át nem ütheti, e homályt át nem ütheti, megpihen szemem, meg. Pihen szemem, sorsomhoz szabott sírjágy, sorsomhoz szabott sírjágy, a felnégyelt haza,
a felnégyelt haza. Testemnek tüzét, csillapítsd! Testemnek tüzét, csillapítsd! Tisza és Duna, Tisza és Duna. Az itt ülő Csordás László, aki valóban költőként indult jó néhány esztendővel ezelőtt, már azonban képzett irodalomtörténész lett, és a Beregszászi Rákóczi Ferenc Tanárképző Főiskola előadó tanára, és emellett a lap olvasó szerkesztője is. Neki adom át a szót. Nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel üdvözlöm Önöket. Az volt a feladatom, hogy 10 percben foglaljam össze a kárpátaljai magyar irodalom jelenét, és hát szinte a lehetetlenre vállalkoztam. 15 is lehet, akkor az már úgy talán sokkal jobb lesz. Viszont én arra gondoltam, hogy inkább problémafelvetésekre vállalkozom, nem annyira művek elemzésére vagy bemutatására. Az, hogy a kárpátaljai magyar kultúrában, a kárpátaljai magyarságot tekintve nagy a probléma, talán két fogalom megidézésével is érzékeltethető. És most nem akarom aktuál politikai síkra terelni feltétlenül ezt a rövid bemutatást, de azért nagyon nehéz úgy gondolkodni ma a kárpátaljai magyar kultúráról, a kárpátaljai magyar irodalomról, hogy ne számolnánk a nemrég aláírt nyelvtörvénnyel, és az azelőtt elfogadott oktatási törvénnyel. Egyszerűen az a helyzet, hogy az anyanyelv oktatáshoz való jognak az ilyen fokú korlátozása, illetve az anyanyelv használatnak az ilyen fokú korlátozása biztos, hogy visszahat majd a kortárs kárpátaljai magyar irodalomra is. A másik probléma, amit felvetnék nagyon-nagyon röviden, azt én úgy neveztem el, hogy a kárpátaljai magyar kultúrából való nem részesedés problémája. Itt nemrég Vári Fábián László említette Kovács Vilmos nevét. Én szeptemberben a főiskolán meghirdettem évfolyam munka, illetve szakdolgozat témákat, és Kovács Vilmossal kapcsolatban is adtam egy-két ötletet, címet, amit hát talán érdemes lett volna megírni, kidolgozni. Senki nem választotta Kovács Vilmossal kapcsolatos témát. Az némi derűre ad okot, hogy a sátánfattyával szívesen foglalkoznak, már összehasonlító elemzés is van a film, illetve a regény összehasonlító elemzése. Vári Fábián László nevét ismerik a főiskolán persze, hiszen sokáig tanított ott, azért néhány verse nagyon mélyen benne van a kárpátaljai magyar kultúrában, így ezen nem is lehet csodálkozni. Az viszont aggasztó, hogy Kovács Vilmos nevét nem annyira ismerik, a műveit nem igazán olvassák, illetve úgy látszik, hogy nem szívesen foglalkozik vele egy mai fiatal. Ez aggasztó. A másik személyes élményem az pedig, valamikor a télen előadást tartottam a pedagógus továbbképző intézetben. És magyar szakos tanároktól kérdeztem meg azt, érdeklődve, hogy mégis mit olvastak el mondjuk 2000-től 2018-ig a kortárs kárpátaljai magyar irodalomból. És hát bizony majdnem mindenki azt mondta, hogy hozzájuk szinte semmi nem jut el. És képzeljék el ezt a helyzetet, hogy amikor már a magyar tanárok, akik középiskolában, gimnáziumban, liceumban oktatják a magyar kultúrára, a magyar irodalomra a felnövekvő generációt, nem részesülnek a kárpátaljai magyar irodalomból. Ennek sok oka van, nyilván elsődleges oka az, hogy a könyvek, folyóiratok valahogy nem jutnak el a tanárokhoz. Az együttterjesztése sincs teljesen jól megoldva, de legalább az interneten elérhető. Bárki számára letöltheti ezeket a könyveket. Viszont ugye sok
kárpátaljai vagy kárpátaljához köthető szerző jelenteti meg most már verses kötetét, regényét, novellás kötetét, esszé kötetét Budapesten, vagy akár Kolozsváron is. Ezek a kötetek szinte biztos, hogy nem jutnak el az átlagolvasóhoz. És ez nagy probléma szintén. Amikor nemrég a Litera internetes portál felkért arra, hogy írjak egy bevezető esszét a kárpátaljai kilátóhoz, sorozatuk kárpátaljai részéhez, akkor ezekkel az érzésekkel ültem le, hogy megfogalmazom kételjeimet, illetve hát mégiscsak próbálom bemutatni a kortárs kárpátaljai magyar irodalmat a szerintem a maga gazdagságában. Nem olyan sok állítást fogalmaztam meg, inkább kérdéseket tettem fel arra vonatkozóan, hogy ki számít ma kárpátaljai magyar írónak, vagy pedig mely mű sorolható be a kárpátaljai magyar irodalomba. Ha megengedik, majd a felszólalás végén ezeket a kérdéseket felolvasom eszémből, amit most újra közöltünk az Együttben, hiszen úgy gondoltuk, hogy a Litera olvasói és az Együtt olvasói nem feltétlenül fedik egymást. Viszont kellett találnom egy történetet, amire felépíthetem ezt az esszét, ennek az esszének a gondolatmenetét. És én úgy gondoltam, hogy nem egy elvont ideából, nem egy elméletből indulok ki, nem is irodalomtörténeti fonára fűzöm fel a műveknek a megjelenését, hiszen még ilyen friss művek, az utóbbi 10 évben megjelent műveket nem is nagyon lehet irodalomtörténeti távlatban értékelni, hanem arra gondoltam, hogy egy szép irodalmi műalkotásból indulok ki. És ez a műalkotás Bernicki Évának a Méhe nélkül a bábája volt. Nagyon érdekes regény, ugye a fikcióban arról van szó, hogy van egy könyvgyűjtő, Svitelszky nevezetű könyvgyűjtő, aki nem olvassa el a könyveket, csak beszerzi a nagyon ritka nyomtatványokat, a ritkábbnál ritkább kéziratokat, és egymásra halmozza ezeket. Most én úgy éreztem, hogy bizonyos szempontból a kárpátaljai magyar irodalom hasonlít egy efféle archívumhoz. Magángyűjtőknél nagyon sok minden felelhető. Magángyűjtők azért olvassák is a műveket, értelmezik is azokat, viszont közkincsé valamiért nem tud olyan könnyen válni a kárpátaljai magyar irodalom. Én azért felsoroltam néhány műalkotást, amit úgy gondolom, hogy mindenkinek olvasnia kellene, aki érdeklődik a kárpátaljai magyar irodalom iránt. Vári Fábián László Ereimben az idő című kötete, Bakos Kiskároly Része még című verses kötete, Barta Gusztáv Világvége, egy nagyon jó novellás kötet, Bernicki Éva legfrissebb kötet, a Szerencsegyökér, amely kárpátaljai könyvkiadónál jelent meg, és ezért se Kárpátalján, se Magyarországon nem hozzáférhető. Mivel érdekes kiadói elgondolás szerint adják ki a könyveket, se a szerző, se az olvasó nem vásárolhat belőle példányt, csak közkönyvtárakhoz juthatnak el ezek a példányok. Tehát az ukrán állam támogatásával jelennek meg a Kárpáti kiadó könyvei. Ugye régen a Kárpáti kiadó nagyon híres kiadó volt, és rengeteg klasszikust is megjelentetett, illetve kárpátaljai szerző könyvei is hozzáférhetők voltak, ma már nem ez jellemző erre a kiadóra. Shrek tíme a Halott földes című novellás kötete nemrég jelent meg. Balladé Károly Tejmozia is egy egészen izgalmas művészregény. Brenzovics Marianna, aki nemrég hunyt el tragikus körülmények között, ő 3 regényt írt. A Kilátást, a Darabolást és a Hasadást. Illetve én még felvettem a listára Nagy Zoltán Mihálynak a regénytrilógiáját, nem a Sátánfattyát, mert az már ugye régebben jelent meg, hiába azóta is újra kiadják, és azért rendíthetetlenül olvassák folyamatosan, a Messze még az Alkonyat című trilógiáját. Én nagyon sokáig nem szerettem ezt a trilógiát, nem tudtam beleélni magam,
aztán ahogy időnként újra-újra olvasom, az öregedésnek olyan dokumentumait tartalmazza ez a trilógia, amely most már, ahogy hát, telnek az évek, talán számomra is jobban hozzáférhetők. És akkor szeretném felolvasni a kérdéseimet, amiket feltettem ebben az esszében. Mi az, ami valóban számít? Az író vallomása, önszemlélete? Aki a kárpátaljai magyar író irodalom fogalmát elveti, az kiírhatja magát ebből a regionális hagyományból? Vagy a tagadás is ugyanúgy része a hagyomány értelmezésének, mint az igenlés? Számít-e még, hogy hol jelenik-e meg egy író alkotása? Vajon az életmű, a kötet, esetleg az egyes műalkotás tekinthető kiindulópontnak és rendszerezési alapnak? Mihez kezdhetünk azokkal az életművekkel, amelyeknek csak bizonyos része kötődik a régióhoz? Hogyan integrálhatók a kárpátaljai magyar irodalom kánonjába azoknak az alkotásai, akik áttelepültek, akik adott esetben kettős, hármas kötődéssel rendelkeznek? És a kérdések sorát még sokáig folytathatnánk. Én azt hiszem, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy egyenes és konkrét válaszokat adjunk ezekre a kérdésekre, hanem az, hogy tegyük fel időről időre ezeket a kérdéseket, és gondolkodjunk el ezekről. Köszönöm szépen, hogy Csordás László rövid összefoglalójában elhangzott néhány olyan fiatal írónknak a neve, akiket én nem említettem, ezért most engedjék meg, hogy megismételjem Marcsák Gergely nevét, akinek versét is hallottuk, két versét, Srek Tímea nevét, aki szintén fiatal kárpátaljai prózaíró és igencsak sikeres, de említhetném még Nagy Tamás nevét, Lőrinc P. Gabriella nevét, akik mind-mind az előretolt helyőrség Íróakadémia tagjai, és az Íróakadémia jóvoltából is kötethez jutottak már. És ennek az Íróakadémiának tagja, mint említettem, az itt ülő Kopriva Nikolett. Úgyhogy neki adom most át a szót, és arra kérem, hogy beszéljen az indulásáról, arról, hogy miért szereti a költészetet, miért műveli, és melyek azok a társművészetek, amelyek még kedvesek számára. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és köszönöm a felkérést. Én Kopriva Nikolett vagyok, Munkácsról. Mit mondhatnék? Kb. 8 éves vagy 9 éves voltam, amikor elkezdtem írni. Ezek gyerek mesék voltak. Azután elkezdtem óriási nagy regényeket írni, ilyen 96 lapos füzetekbe, és rengeteg ilyen füzetet teleírtam. Akkor nem tudtam elképzelni, hogy hogy lehet ennél kisebb dolgot írni, mondjuk egy verset. És én ezt titkoltam. Ez egy ilyen kis mencsvár volt, ahova én beburkolóztam, és amit sokkal érdekesebbnek tartottam a valóságnál, amiben léteztem. Nem tudom, ennek mi lehetett az oka. Nagy mérföldkő volt, amikor Beregszászon meghirdettek egy irodalmi pályázatot, és ott én édesanyám unszolására oda elküldtem néhány versemet és néhány prózámat, és első helyet nyertem el a verseimmel, és akkoriban keresett fel engem Vári Fábián László is, hogy ezeket publikálnák az Együttbe. És ekkor kezdtem megnyílni igazából a költészet világa felé. Akkor gondolkodtam el először azon, hogy talán én is foglalkozhatnék ezzel. Egyébként én mindig is festő akartam lenni, úgyhogy számomra ez teljesen új volt. És ahogy a rajzaimat is magamnak készítettem, úgy a verseimet is korábban. És az Együttbe publikáltam néhányszor. Azután szintén Vári Fábián László keresett meg egy e-mailben, hogy 2016-ban, hogy indul az előretort helyőrség Íróakadémia első
képzése, úgymond, és hogy felvételizhetnék akár. És akkor megfogadtam ezt a tanácsot, és jelentkeztem, és sikeres volt, és 3 éve most ott tanulok. Most vagyok végzős, és most dolgozom az első kötetemen, már egy ideje. Ahogy az elhangzott nevek, Marcsák Gergely, Schreck Tímea, Kertész Dávid, Csornyi Dávid, ők is az akadémia tagjai, és kettőknek már ki is jött egy kötete. Ahogy az első publikációim, úgy az első illusztrációim is az együtthez kötődnek. Most néhány hónapja jelent meg néhány illusztrációm benne, és ez nagyon meglepett, mert erről már teljesen lemondtam, őszintén szólva. Úgyhogy minden szempontból az együtt számomra ilyen első mérföldkő. És nagyon fontosnak tartom, hogy ne felejtsünk el hazapublikálni, az én korosztályom sem. Én már nagyon régóta, majd 5 éve, amióta egyetemista vagyok, Magyarországon lakom, és igyekszem tudatosan visszajárni, és kötődni, és nem elfeledni az első lépéseket, és szerintem ez nagyon fontos a mi korosztályunkban, és szerintem méltónak kell maradnunk, de úgy, hogy önmagunk maradunk közben. Köszönöm szépen. Kopriva Nikolett versei következnek. Kopriva Nikolett, átrajzolt helyek. Nyomaink lekopnak a földről, hogy átadják helyünk az újaknak. Legközelebb más színűek a házak. A hegyek vonalait átrajzolja a köd, mert kitagad magából a táj. Mások az utca nevek. Amikor az első vonat felé rohantunk egykor, emlékeink mégis a fákba fortak. Anyám minden reggel kiment a kertbe, hogy leszedje a megfeketedett leveleket. Mára ágaik túlnőtték magukat, nem teremnek gyümölcsöt. Évekkel később tűnt fel, hogy csak a kertben nem vagyok idegen. És nem tudtam, eső zuhog, vagy a fák sírnak. Kilátta. Ott hagytam a testem egy villamoson. Most megmotozhatja bárki. Válogathat kacatjaim közül. A Szent Gellér tér felé rám dörgött az ördög, kopár sziklákról ordította. Kilátta manapság az Istent? Az ott hagyott test körül lelkek köröznek, azt hiszik, újra kezdhetik. De minden testet múltja szennyez. Borízű szájjal ébredtem, nyálkás eső zuhogott, mikor pocsolyába néztem, eltakarták arcom a csikkek. Ha megengedik, én nagyon gyorsan, még annyival egészíteném ki az előbb elhangzottakat, hogy azért sok agasztó dologról beszéltem, viszont van jó dolog is Kárpátalján. Például 2014-ben megalakult a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság, és ezért is vagyok olyan szomorú, hogy Kovács Vilmos örökségét ma már a legfiatalabbak nem nagyon ápolják, nem nagyon olvassák, nem nagyon ismerik, mert hogy a társaság tagjai, az itt elhangzottak közül azért Marcsák Gergely, Schreck Tímea, Nagy Tamás, Kovács Eleonóra, én magam is a társaság tagjaként tevékenykedem. Azért a társaság vállalta azt, hogy megpróbálja újraolvasni az életművet, illetve fogozókat adni
a fiataloknak ahhoz, hogy megismerkedjenek a kárpátai magyar irodalom hagyományával. Emellett persze azt is fontosnak tartjuk, hogy a kárpátaljai magyar kultúra zártsága oldódjon némiképp. Csak vázlatosan, vagy csak címszavakban. Tavalyi évben, vagy tavaly előtt olyan alkotók jutottak el Kárpátaljára a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság társszervezésében, illetve szervezésében, mint Szilágyi István, Szőcs Géza, a Székelyföld folyóirat, a Magyar Napló folyóirat és kiadó, a fiatalok közül a jelenlévő Szőlősi Mátyás, emellett Vince Ferenc, Korpa Tamás és Juhász Tibor, és folytathatnám még a sort. Abban biztosak vagyunk, hogy ez a tevékenység, ez nem hiába való. És bár ugye a mostani helyzetben nem sok dolog ad reménykedésre okot, ez biztosan. Köszönöm szépen. Hallgassunk meg egy prózát, Schreck Tímea prózáját. Schreck Tímea, fapuja. Egy kerekes székes fiatal fiút pillantok meg. Ott ül az egyik bolt eresze alatt, ölében egy nylon zacskót tartva, mindkét lába combközépi gipszben. Fejét lehajtva várja, hogy a járókelők némi aprót dobjanak bele. A zsebemben nyúlok pénz után kutatva. Ő rám néz, szemében valami furcsa csillogást látok. A pénzt a szatyorba dobom, beszéde zavaros, alig érthetően mondja ki a köszönemet. Az iskolában rengeteg pletykát hallok. A gyerekek mindig beszámolnak arról, hogy mi történik a táborban. Napra kész vagyok azt illetően, hogy melyik lány kivel szökött meg, és azzal kapcsolatban is, hogy éppen ki van most haragban a szomszédjával. Meghalt a fapuja, mondja nevetve Jancsika a második padsorban, meg tegnap este. Válaszolja valaki hátulról. A gyerekek felnevetnek. Meghalt a fapuja, meghalt a fapuja, skandálják vígan. Mi az a fapuja? Kérdezek vissza teljesen értetlenül. Hát a fapuja maga nem ismeri? Néz rám nagy szemekkel Jancsika. Élő ember? Persze. És miért hívják fapujának? Mert nem mozog a lába. Olyan, mint azok a bábuk, amiket dróton rángatnak. Marionett? Igen. Miért nem mozog a lába? El van törve. Mert nyomorék. Az anyja csinálta vele. Nyomorékká tette. De miért? Mert mindig vitte Kijevbe koldulni. És ahhoz el kellett törni a lábát. Meg a kezét, meg mikor mit. De már bolondon született. Baj volt a fejével kiskorában, az neki úgyis mindegy. Az anyjának meg nem volt pénze. A fapujának meg annyit adtak ott fönn az emberek. Tudja, sajnálták. Beszélni sem tudott, meg ha be volt gipszelve minden, akkor még többet szedett össze. És az anyja mit csinált? Leste, hogy mit adnak neki? Nem, az addig lopott. Mit? Pénztárcát, telefont. Kijevben mind azt csinálják. Lopnak? Aha, a bandával. Többel? Egyedül nem is lehet. Legalább 3-4 ember kell hozzá, hogy ne bukjanak le. Hogy csinálják? Egy megy elől általában asszony. Kettő meg mögötte, mert takarni kell az embert, akitől lopnak. Azok az átadók. Messzebb meg hátul még egy, a fogó. És nem gyanús az embernek a sok cigány rajta körben? Á, olyankor mind kiöltöznek, a nők meg kikerálják magukat, hogy ne látszódjon, hogy cigányok. Ezt ti már gyerekkorban tanuljátok? Mindenki tud lopni, csak nem mindenki megy. Te voltál már? Egyszer igen, de többé nem akarok, mert megfogtak a zsarók. És miért nevettél azon, aki meghalt? Hát azon, hogy halt meg. Hogy? Beesett a budiba. Hát ez egyáltalán nem vicces. Szerintem az volt. Elment a tolószékkel, az beborult a szarba. Az anyja meg nem mászott utána. Miért nem?
Biztos félt, hogy büdös lesz, de utána annyira siratta, alig tudott lenyugodni. Hát ahogy fuldoklott, akkor nem siratta. Nem azért sírt. Miért? Hát az asszonyt lopni már nem viszik, mert folyton megfogják. Azért is voltak itthon. A fapuja meg mindig jól koldult. Vári Fábián László, a holdmadár. Az elfajzott ember nem tud repülni, lassan már lelke is földön futó. Elméje kihagy, a vére szunnyad, kristályá épül szemében a só. Hanem amikor lepihen végre, de zsibongó aggyal nem alhat el, a holdmadár halkan beoson érte, s keblébe idegen lelket lehel. Ő emeli már megfáradt testét, nyílnak előtte a téglafalak, a Vityebszki éjben lebeget ígyen a ma bozontos Chagall alak. Elhúz a kémények sűrűjében, a tornyok bagjaihoz beköszön, s csodájára, hogy visszahuhognak, bimbót bont arcán a gyermeköröm. S előző életét kezdi lapozni, szárnyas lény volt ő is valaha, járta a tengert, Afrika földjét, s a verte a vágy, csak egyre haza. De szakadozik a közvetítés, az álomszolgáltatás most marad el. Az emberi lény leszáll az ágyról, csordultig a hólyag, mennie kell. A holdmadár figyelme bicsaklik, karmából a kavics messze gurul, elrúgja magát a való világtól, keservel, krúgatva visszavonul. Holdanyja mindétig hazavárja, a kudarcra szép álorca kerül, s ha felsír az ember néhai párja, emlékek fájtla mögé menekül. Vári Fábián László, két madármítosz, Szemadám György madarai, a madáristen fia. Harmadfű csikókoromban egyszer a turáni síkon vagy pokyolában az enyeimtől elkódorogva rejtelmes vizekre vitt a lábam, a napkorong már ereszkedőben vörösből visszaváltott ezüstre, a tó testán ettől megborzongott, megemelkedett sötétlő tükre. Egy felszálló madár zúzta széjjel nyugalmát, felhőnyi volt szárnya. Az eget illendő megkerülte, s ránehezült az alkonyló tájra. Nyomában suhogó kék nyalábok, vörös lidércek keletkeztek, szeme átható reflektorában a démonok láthatókká lettek. A teremtett világ delejezetten bámult, a látvány galléron fogta, s az embertől érintetlen tájon felsusogott a bizalom bokra, s amint arccal a földnek forduló óriás kócsag leszállni készült, két lábra állva fogadtam volna, de szemem két ablaka elsötétült. Ám szíve szívemmel összedobbant, s én hozzája hasonlóvá lettem. Mire havait az ég leszórta, finom tolpihék lepték a testem, iszonyú módon megéheztem, ő mellkasát feltépve etetni kezdett, a madár Isten fia volt, mondom, a teremtmények között a legszebb. Köszönöm szépen az előadásokat is. Hadd bizonyítsam, hogy én is nagyon szeretek verset mondani, úgyhogy engedjenek meg nekem annyit, hogy én is felolvassak egy verset, és hallgassák türelemmel. A szitakötő. Rokkant fűz borul a folyóra,
Vízen landol a szikkat levél, maga a csónak és a vitorla, lenge lelkével bajmol a szél. Kék szitakötő száll a levélre, precízen ölő kis légi vadász, ha szúnyog, apró legyecske lennék, látására kitörne a frász. Nyugi, nyugton az öldöklő ösztön, a potrohvég kényesen alámerül, hogy a petéknek jó ágyat vessen, s árad a derű már féktelenül. De megfeneklik a pillecsónak, mint ama bárka a bazalt hegyen. Utasa felszáll, így látja jónak. Nem köti ígéret, engedelem. Csak az embernek mérve az útja, kordában nyelve, pányván szíve. Mentsége, hogy még megvan a lelke, s küldheti vágyainak elibe. Ősz a tavasszal nem jöhet össze, köztük a nyár, meg köztük a tél. Balga alapoz házat a löszre, ki szerelme lázában félrebeszél. Lám, mi eszelőst gondolok én is, óhajtom vissza a szitakötőt. Tündéri párja hogyan lehetnék? Át hogy verhetném e ribanc időt? Köszönöm szépen! És akkor Dínyi József következik. Nyelvem egyén van, minden ezt a 3,5 métert megteszem, hogy elmondom, hogy 50 éve verseket énekelek, és a 80-as években elkezdtem járni a kárpátaljai fiatalokat, és ugyanúgy, ahogy más vidékeket is el kell mondanom büszkén, hogy Kovács Vilmos, Fodor Géza, Üzesi Magda, S. Benedek András, Vári Fábián László és Finta Éva egy-egy lemezét már kiadtam CD-n, amik mindegyiken ott vannak a versek. Nagyon büszkén mondom ezt, mert ugyanezt teszem más költőkkel is, 5 évszázad irodalmát. Így Bella István mondta, és nagyon örülök neki ezt, hogy a Dínyés József ki az? Hát ő a költők barátja. Ennyi. Úgyhogy ezt így hadd mondjam el. És egy kuruc hívó ének következik, S. Benedek András Számadás Aszály után című verse. A rovott botot figyeli az öreg számadó, és fölolvassa, mi van a rovott boton. A vén számadó rovott botjába réved, harmad hűménesek során hosszan elmatat. Sorra veszi a kövér gulyákat, s a kotuban dagonyázó bivaj hadat. A tulok csordákat a tatár a Dunába verte, a marhákat elcsapta pár portyázó kaszab. Azt a szekerén vitték a süldőt és ártányt, halat, s riadt, rőt, vadat. A rackanyájat gubás rácok csapták el, vitték, mi volt a hegyvidéki mócok. A kozák hordák már a portákra törtek, vitték a bort, kamra polcot. Tiportak gyereklányt, féltett asszony álmot, börtön kötél járt a rebbenő dacra. Most egy népet hajtanak, mint egykor a tulkot a strasbourgi piacra. A vén gazda számot vett, s berója a pálcán egy ezredév végső számadását. A rongy meráni a kánok ellen, hitünk a kard, ő emeli védő pajzsát. Lóra hátja, ó kurucok, gyertek elő a kiirtott ligetek rejtekéből, keljetek útra, talpasok, most kell győznünk diadallal, hadd remegjen a sakálfaj, a hatalmasok.
Füzesi Magda verse következik, kedvencem Magdika életművéből, eddig megjelent életművéből, bár még tartozik néhány száz verssel, de hát majd mindent elolvasunk. Ádám imája. Agytársat, uram, hogy vakon ne botladozzam a világban, hűsítse lázas homlokom, hogy hihessek az elmúlásban. Agytársat, uram, hogy vakon ne érjen engem az ígéret, vagy agykoporsolt a gondokon, nyűjt testem, hadd egyék a férgek. Mert felsebeztek a sebek, mert felsebeztek a szelek, hamut szórtak lángszárnyaimra, tettem a dolgom, mint lehet, ahogy az régről megvan írva. Agytársat, uram, hogy vakon ne botladozzam a világban, hűsítse lázas homlokom, hogy hihessek az elmúlásban. Agytársat, uram, hogy vakon ne érjen engem az ígéret, vagy agykoporsolt gondokon nyűjt testem, hadd egyék a férgek. Mert felsebeztek a szelek, hamut szórtak lángszárnyaimra, tettem a dolgom, mint lehet, ahogy az régtől megvan írva. És most estünk végéhez közeledve, hadd hívjam fel a figyelmüket az itt kirakott, az asztalra kihelyezett lapszámokra. A legújabbat ma láttam, ma vettem kézbe először én is, Csordás László hozta gyors postával, és az évi első számunk, a múlt évi utolsó számunk is, néhány régebbi szám szintén kézbe vehető még. Hát akkor azt mondom, hogy mindenki, akiket érdekelnek ezek a lapszámok, vehet belőle annyit, amennyi van, amennyi jut pontosabban, és hadd hívjon fel a figyelmet erre a kötetre, amelynek Viszontlátás 2 a címe, és Válogatás az Együtt című folyóirat elmúlt hét esztendejének szép irodalmi terméseiből. Azért pont az elmúlt hét esztendő terméseiből, mert az azt megelőző hét esztendő szép irodalmából Nagy Zoltán készített már egy válogatást, amely Viszontlátás volt, Viszontlátás címmel jelent meg, ez pedig ezért viseli a megkülönböztető jelzést, a kettest. Tehát ebből egyetlen példányunk van, nem tudom, én azt hiszem, hogy Dinnyi és Józsefet ajándékozzuk meg vele, akinek. Köszönöm! És akkor valamennyünk nevébe nagyon köszönjük a kedves megjelenést mindazoknak, akik a Kárpátalja szóra, hívó szóra, Kárpátalja iránti szeretetből, a kárpátaljai magyar kultúra iránti szeretetből megjelentek itt, és köszönjük a részvételt, további szép napokat, szép éveket kívánunk mindenkinek, és akkor lapszámokhoz hozzá lehet jutni, el lehet venni a lapszámokat. Köszönöm szépen!